Újra lehet pályázni néhány napon keresztül elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására. Holnap reggeltől péntek éjfélig. Az állami támogatás felső határa a kerékpár fajtájától függően 90 ezer vagy 150 ezer forint lehet, de maximum az eredeti vételár fele. Főként azoknak szól a pályázat, akik munkába járnának kerékpárral, és nagy könnyebbség lenne nekik az elektromos rásegítés. 0-tól és 800 watt teljesítményig segít rá. Péter és felesége évek óta elektromos kerékpárt használ. Azt mondják, azért szeretik, mert igényeiknek megfelelően tudják hajtani. Ha akarják, akkor hagyományosan, ha szükségük van rá, elektromos rásegítéssel. Elsősorban a városban közlekednek vele, de mentek már komolyabb túrára is. Amióta megvannak a biciklik, lényegesen kevesebbet használják az autójukat. Sokkal könnyebben tudunk vele így haladni, és a fáradozás vagy a nehézségeket ezt le lehet vele küzdeni. Nagy előnye az, hogy a városi közlekedésben is kényelmesen tud vele közlekedni, úgyhogy igazából nem izad le az ember, és nincs meg az a hátrányos része, hogy mint egy sportolás, hogy be kell öltözni. A kormány tavaly óta támogatja az elektromos kerékpárok vásárlását. Ezzel szeretnék ösztönözni az embereket a környezetvédelemre, a kevesebb autóhasználatra és az egészséges életmódra. Eddig több mint 5300-an éltek a lehetőséggel. Vásárlásukhoz összesen 577 millió forint támogatást kaptak. Bekapcsolod, beállítod a rásegítést, és már mehet is. Balesetmentes közlekedés. Köszönöm szépen. A kerékpárüzletek forgalma érezhetően megnőtt, ugyanis a támogatás segítségével egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy ezt a kényelmes és környezetkímélő közlekedési eszközt válasszák. Kínálatból pedig nincs hiány, mindenféle igénynek megfelelőt lehet kapni. Óriási lehetőségek nyílnak meg a kerékpározásban. Ez azt jelenti, hogy azt szoktuk mondani, hogy csak a feneke fog határt szabni annak, hogy fog kerékpározni. Sokkal könnyedében, sokkal jobban fogja élvezni a kerékpározást, hiszen 25 km-es sebességig ezek a kerékpárok rásegítenek. Hétfőtől újra lehet pályázni az elektromos kerékpárok vásárlására. Erre 11. alkalommal ad lehetőséget a kormány. A támogatásokra összesen 1 milliárd forintot biztosítanak. A vásárlásnak egyszerű feltételei vannak, ilyen az árkorlát, ami pedálszenzoros kerékpároknál 400 ezer, nyomatékszenzorosoknál 900 ezer forint. Ezeket figyelembe véve a támogatás a járművek árának 50%-a, legfeljebb 90, illetve 150 ezer forint lehet. A pályázatokat október 8-áig lehet benyújtani.